Közösségi terek fejlesztése, 31,5 millió forintból épült közösségi ház Tiszaadonyban. Maradnak a magas árak, a közeljövőben még nem lehet az ingatlan árak csökkenésére számítani Szabolcs megyében sem. Veszélyes a jégrelépés, csak arra kijelölt területen és megfelelő jégvastagság esetén merészkedjünk jégre a nyílt vizeken, figyelmeztet a katasztrófavédelem. Harmincegy és fél millió forintból épült közösségi ház Tiszaadonyban. A beruházás a helyi közösség életminőségének javítását célozta. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházás átadó rendezvényén elhangzott, a kormány számára kiemelten fontos a vidékfejlesztés, ezen belül a közösségi terek fejlesztésének támogatása. Az elmúlt években 30 településen valósítottak meg hasonló fejlesztéseket, melyek a vidék népesség megtartó erejét szolgálják. A megyébe az országos vidékfejlesztési támogatások mintegy 12%-a érkezett. Egyelőre még a folyosón sorakoznak a kondigépek Tiszaadonyban. A településen 31,5 millió forintból épült új közösségi ház. Ennek egy részében működik majd konditerem. Ez településünknek egy nagyon régi álma volt már, egy közösségi ház megvalósítása. Gyakorlatilag három fő részből áll ez az intézmény együttes. Az egyik részben az idősek korúaknak lesz helye, lesz szabad internetelérés, eszközök, és egyéb berendezések kerültek be. A másik az ifjúsági klub kialakított része, ahol az ifjúságnak tudunk helyet biztosítani és programokat. Ez a két terem egyben nyitható, hogyha közösségi rendezvény van, akár házasságkötés vagy más, akkor ez ugye egy nagyobb teret alakít ki. És itt, ahol most állunk, ez pedig egy külön hangszigetelt rész, ez a konditerem. Erre nagy igény van a településen. A közösségi ház építése a helyi közösség erejét mutatja, mondta el Tilki Attila az épület átadásán. A térség országgyűlési képviselője hozzátette, a kis településen számos fejlesztés zajlott az elmúlt években, illetve tart még mindig. Hogyha Tiszaadonyról beszélünk, nemrég egy BMS pályázatból a felújított, illetve a megújított kecskesajtüzem átadásán voltunk korábban. A mellettünk lévő épületben az új mentőállomást adtuk át. Tehát ez is jelzi azt, hogy egy ilyen kis településen is, ahol 601 néhány száz lakos van, egy jó polgármesterrel, egy jó képviselőtestülettel a helyi közösség is tud tenni saját magáért. A kormány vidékfejlesztési programjában a támogatások 12%-a a megyébe érkezett. A Tiszaadonyi Közösségi Ház is ennek köszönhetően épülhetett meg. A közösség erejét mindenki fontosnak tartja, mi is azt gondoljuk, hogy erre lehet építeni, és a kis települések jövője szempontjából nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre, vagy mennyi munkahely áll rendelkezésre egy adott településen, az is nagyon fontos, hogy az ott élők közösségként gondolkodjanak, és ehhez, ennek az erősítéséhez az ilyen épületfelújítások vagy épületek megépítésé nagyon sokat tudnak hozzátenni. A közösségi terek fejlesztése nagyban hozzájárul a helyi lakosok életminőségének a javításához, fogalmazott Román István, aki azt is kiemelte, a kis települések népesség megtartó erejét több módon is segíteni kell. Ilyen például a foglalkoztatásnak a javítása, fejlesztése, mert ahhoz, hogy valaki valahol ott maradjon vagy letelepedjen, az mindenféleképpen az szükséges, hogy megfelelő életlehetőségek legyenek. Ugyanakkor örvendetes tény, hogy a városokban elindult egyfajta ilyen vidéki romantika, aminek az eredményeképpen városiak is költöznek vidékre, és vidéken keresik a boldogulásnak a lehetőségét. Azt gondolom, hogy a mi célunk és feladatunk az lehet, hogy aki szándékai szerint szeretne vidéken élni, az olyan életkörülményeket tudjon ott magának megteremteni, ami 21. századhoz méltó. A Tiszaadonyi Közösségi Ház mellett a térségben Kérseményben is hasonló fejlesztést valósítottak meg. A településen egy több funkciós közösségi szolgáltató központot adtak át. Dinamikus időszakot zárt tavaly az ingatlanpiac Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is a korábbi évek adataihoz képest. Többen szeretnének ingatlant vásárolni és bérelni, mint amekkora kínálat. Többek között ez is eredményezi a magas árakat. A csok és az 5%-os áfa kedvezmény is élénkítette a piacot. Lakásvásárlás esetén pedig a tégla és a panelkonstrukciók is keresettek. 2019 év végén komoly változás lép életbe az ingatlan piacon. December 31-ig tart az 5%-os lakásáfa kedvezmény, így az 2020-tól ismét 27%-os lesz.
azonban 2023. december 31-ig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcs alkalmazható azon új lakóingatlanok értékesítésekor, amelyek 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Ezt az árkülönbséget pedig várhatóan beépítik majd az ingatlanok áraiba, így árcsökkenésre még nem lehet számítani a piacon. Jelenleg az egyik legfontosabb feltétel a lakásvásárlásnál, hogy helyileg hol van az ingatlan. Nyíregyházán a legtöbben a belvárosban, Örökösföld bizonyos részein, illetve a Józsaváros belvároshoz közelebbi részén keresnek lakást. Leginkább negyedik emelet alattiakat vásárolnak, az viszont már nem számít, hogy tégla vagy panel, ugyanis sokkal többen keresnek eladó vagy bérelhető lakást, mint amennyit a piac kínál, közölte az Otthon Centrum nyíregyházi irodavezetője 35 perc című műsorunkban. Az újépítésű lakások árai azért a bőven 400 ezer forint fölötti négyzetméter áron mozognak, 400, 420, 450 ezer forintig is elmehetnek akár, természetesen attól függően, hogy hol van az az ingatlan. Viszont a használt ingatlanok négyzetméter ára is hát réglátott magasságokba emelkedett, tehát itt is van olyan hely, van olyan típusú ingatlan, ahol a 400 ezer forintos négyzetméter árat már elértük. A három gyerekesek egyre inkább kihasználják a családi otthonteremtési kedvezmény nyújtotta lehetőségeket, így egyre többen keresnek nagy alapterületű lakásokat is. Friss házasok vagy idősebb házaspárok viszont inkább a kisebb lakásokat keresik. Az árakat több szempont is befolyásolja, de mindenki próbálja a legmagasabb áron értékesíteni saját ingatlanát. Kereseti piacról beszélünk, nem kerül olyan túl sok fejtörésbe eladni egy ingatlant, ha az árat jól határozza meg az ügyfél. Persze, mivel emelkedő árakról beszélünk, azért mindenki szeretné a lehető legtöbbet kihozni az ingatlanából, de azért van egy határ, amit most még nem léptünk át, lehet, hogy egy negyed év múlva már magasabb áron tudná eladni ugyanazt az ingatlant, mint ahogy 2018 év elején nem gondoltuk volna ezt, hogy használt ingatlanért 400 ezer forintos négyzetméter árat el lehet kérni. Kit mennyire szorít az idő? A családi házaknál nincs akkora volumenű növekedés, mint a társasházi lakások esetében. Új építésű családi ház viszonylag kevés van. A jó állapotú tégla használt házakat részesítik előnyben a vevők, ennek kedvezőbb most a piaca. A csoknak sem sikerült élénkíteni a kertesházi piacot, ugyanis számtalan feltétele van. Ilyen például, hogy összközműves legyen, akár már a vásárlás követő másnap be tudjon költözni a vásárló, működőképes fűtésrendszere és vízhálózata legyen az ingatlannak. Minden paraméterét megvizsgálják a háznak, mielőtt elbírálják az otthonteremtési kedvezményt. A lakáshiteleknél jellemző, hogy a bankok is óvatosabbak, leginkább azt a konstrukciót részesítik előnyben, ahol a vásárló 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelt igényel. Eddig 241 ezeren vették igénybe a Nők 40 programot 2011-es bevezetése óta, mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a program választási lehetőséget teremt a nőknek, hogy 40 év munkaviszony, illetve gyermekneveléssel eltöltött idő után tovább kívánnak-e dolgozni, vagy nyugdíjba vonulnak, ezzel is segítve akár az unokák nevelését. Az államtitkár hangsúlyozta, a program sokkal inkább családtámogatási intézkedés, mint sem nyugdíjpolitikai lépés, mivel a családoknak segít abban, hogy például a nagymama részt vállalhasson az unokák nevelésében. 241 ezer nő, 241 ezer édesanya élt már a Nők 40 lehetőségével. Ők voltak azok, akik úgy gondolták, hogy 40 év szolgálati idő és gyermekneveléssel eltöltött időszak után inkább a pihenést, a nyugdíjat választják. Számukra ez egy fontos kedvezmény volt. Ez azt jelenti, hogy évente körülbelül 30 ezer nő, évente körülbelül 30 ezer édesanya élt ezzel a lehetőséggel, és azt is jelenti, hogy körülbelül minden hatodik nyugdíj megalapítás, nyugdíjba vonulás a nők esetében a Nők 40 alapján történik, tehát számos nő, számos édesanya, számos asszony élt ezzel a lehetőséggel. Csak arra kijelölt területen és megfelelő jégvastagság esetén merészkedjünk jégre a nyílt vizeken, figyelmeztet a katasztrófavédelem. Téli időszakban népszerű a jégen csúszkálás és a korcsolyázás a nyílt vizeken, ezek azonban számos veszélyt hordozhatnak magukban. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy az előírások nem ismerete vagy be nem tartása könnyen tragédiához is vezethet. Mint mondják, fontos, hogy a jégen tartózkodás szabályait
betartsuk. Tábla figyelmeztet a jégre lépés veszélyére a Bújtosi tónál Nyíregyházán. De nem csak a felhívás miatt életveszélyes a befagyott tóra merészkedni. Sok helyen már olvadásnak indult a jég, de máshol sem biztos, hogy kellő vastagságú. Kellő vastagságot csak a hízásban lévő 12-16 cm vastagságú jég ad a befagyott vízfelületen való tartózkodásra. Ezt a vastagságot a jég akkor éri el, hogy a több napon keresztül tartósan mínusz 10 és mínusz 15 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A korcsolyázásra szánt területet minden esetben a tú üzemeltetője jelöli ki, és csak abban az esetben lehet korcsolyázni, hogyha ez a terület megvan. Hogyha nem jelöl ki az üzemeltető korcsolyázásra alkalmas területet, akkor a víz befagyott víz területére lép rét tilos és életveszélyes. A part közelében, a beszűküléseknél, illetve a sűrű hótakaró alatt a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. A katasztrófavédelem szakemberei azt tanácsolják, hogy soha ne egyedül menjünk a jégre, legalább ketten, optimális esetben hárman együtt sportoljunk, így tudunk egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén. Felhívják arra is a figyelmet, hogy a jégen nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának esélyét. Ezen kívül érdemes sívottal vagy bottal ellenőrizni az előttünk lévő jég vastagságát, szilárdságát is. Ha gyanús ropogást vagy recsegést hallunk, a legcélra vezetőbb az, hogyha hasra fekszünk a jégen, és próbálunk hason csúszva biztonságos hely felé közlekedni, és segítséget hívunk. Hogyha pedig beszakadna alattunk a jég, akkor kerüljük a heves mozdulatokat, ugyanis ez fokozza a kihűlés veszélyét. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy veszély esetén bizonyos szabályok betartása mellett nyújthatunk segítséget másoknak, de ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert az tetézheti a bajt, hiszen amellett, hogy a saját életünket is kockáztatjuk, további pontokon is beszakadhat a jég. Azt javasolják, ilyenkor azonnal hívjunk segítséget, a katasztrófavédelem egységei búváruhában, mentőkötelek és dugólétrák, valamint gumicsónakok, illetve egyéb speciális felfújható eszközök hordágyak segítségével érkeznek a bajba jutottak mentésére. Még ki lehet venni a 2018-as szabadságokat. A munkatörvénykönyve szerint a szabadságot szigorúan a tárgyévben kell kiadni, azonban van néhány kivétel. A munkáltató a szabadság időpontját módosíthatja, a megkezdett szabadságot megszakíthatja, és lehetősége van a szabadság egynegyedét legkésőbb a következő év, március 31-ig kiadni. Szintén március 31-e a határidő, ha a munkaviszony az előző év október 1-e után kezdődött. Írásbeli megállapodás esetén az életkor után járó tavalyi pótszabadság 2019 év végéig is kiadható. Fontos, hogy a szabadságot tilos pénzben megváltani, azt a munkavállaló sem kérheti. A munkaügyi hatóság komolyan veszi a szabadság kiadására vonatkozó szabályok betartását. Jogsértés esetén a bírság 30 000 forinttól 10 millió forintig terjedhet. Imi, mondj egy verset című estjével lépett fel Csúlya Imre színművész a Bencsvillában kedden. Az összeállításban Petőfi, Arany, Adi, József Attila, Kosztolányi, Radnóti versei, valamint Babics, Jónás könyve című elbeszélő költeménye hangzott el. Az est második részében az Örkény Színház művészével Kovács Dénes újságíró beszélgetett szinkronról, színházi és filmes szerepekről. Válogatom Kendermagban. A kis király sem él jobban. Ezért aztán gyúk a nyóhát, jól megbecsüljeken magát. Iparkodjék, ne legyen ám tojás szűkében az anyám. Morzsakutyán kegyezt fület, hadd beszélek mostan veled. Imi, mondj egy verset. Sokszor hangzott el ez a kérés Hajdunánáson, ahol Csúlya Imre nevelkedett. A nagymamája volt az, aki már gyerekkorában megszerettette vele a verseket, és tanított meg neki számos költeményt, már az unoka még alig volt 3 éves. A versek iránti rajongása felnőtt korára is megmaradt. Így amikor néhány évvel ezelőtt összeállította az önálló estjét, a sokat ismételt mondatot választotta címül. A versről való gondolkodás később színészi pályáján is végigkísérte. Ezek olyan hatalmas költök. Éppen most, ahogy készültem erre az estre, hát ugye újraolvasom, memorizálom, hogy felkészüljek rendesen.
Hát olyan hatalmas költőóriások ezek, ez az Adi is, hát szóval, hát Arany Jánosról nem is beszélve. Szerintem megkockáztatom, hogy ő a legnagyobb magyar költő. Iszonyú hatással voltak tehát a utódaira, utókortársaira és a mai kortárs irodalomra is. De hát azért Adi egészen elképesztő. Meg a Petőfi. Meg hát tudja, ezek az emberek annyira fiatalon haltak meg, hogy mindig vágja homlokon az embert, hogy tudtak ilyen rövid életük alatt ilyen csodálatos műveket írni. És ennyit. Elképesztő az életművük. Csúlya Imre számos meghívást kap az ország minden részéből, eddig 70 alkalommal lépett fel az összeállítással. A Mi kis falunk című sorozat legújabb részei, amelyben a polgármestert alakítja, hamarosan láthatóak lesznek a képernyőn. Az Örkény Színházban is sok munkája van, ebben az évadban 12 szerepet játszik. Eddig csak egy bemutatón volt, ez a Second Hand, amit a Bagosi László rendezett a rendező hallgatóival együtt, úgyhogy nekem most volt egy hosszabb pihenőm, ami rám is fért, mert előtte tavaly mutattuk be a Negyedik Henriket, ahol magát a címszerepet és a Falstaffot játszom, mert ezek azért olyan egy tőről fakadnak, nagyon hasonlítanak. Úgy találtam mondani a múltkor egy ilyen beszélgetés kapcsán, hogy képzeljék el a Tiszát, az a Henrik, és képzeljék el a Szamost, az a Falstaff, és ahogy robog a Szamos a Tiszába, a Falstaff a Henrikbe, egyszer csak elkezdenek egymással párhuzamosan haladni, aztán szétválnak picit, hogy megint összehúzzanak. Szóval egy kicsit a Falstaff Henrikes lesz, a Henrik egy kicsit Falstaffos lesz, és ettől nagyon izgalmas a dolog, mert a két jellemet úgy kell ábrázolni, hogy tulajdonképpen nagyon sok a hasonlóság bennük, és hát azt is markánsan ki kell hangsúlyozni, hogy mi az eltérés. Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából Nyomtató Enikő és Horváth Viktor, a Móricz Zsigmond Színház művészei lépnek majd fel, akik Adi Edrét idézik meg az Irodalmi Dominó soron következő estjén a Bencs Villában. A végjátékig nyílt mérkőzésen szenvedett két gólos vereséget a bajnoki címvédő Győrtől az NB1-es kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttese 15-14-es félidei vezetés követően 30-28-ra kapott ki a 100%-os mérleggel lista vezető vendégektől. A kisvárda legközelebb a jövő hét végén az MTK Budapest otthonában lép pályára. Teltház előtt fogadta a győri együttest a Kisvárda, amely már az első támadásoknál levitte kapusát, hogy 7 mezőnyjátékossal támadhasson az abszolút esélyes vendégek ellen. Ez a taktika meg is lepte a bajnoki címvédőt, 5-5 után folyamatosan a hazaiak vezettek, a győriek rendre csak az egyenlítésig jutottak. Úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul az első félidő, Dragut időn túli szabaddobása azonban a jobb felső sarokba vágódott, így egy gólos várdai előnynél mehettek pihenni a csapatok. A második félidőben sem változott a játék képe, 21-20-as állásnál azonban kettős emberölénybe kerültek a vendégek. Ezt kihasználva fordította Győr, a hajrában pedig meg tudta előnyét tartani a győzelmet a vártnál jóval nehezebben megszerző vendégcsapat. Prije nego smo počeli ovu utakmicu, rekao sam igračicama svoga tima. A mérkőzés előtt azt mondtam a játékosoknak, hogy ezúttal ne az eredménnyel foglalkozzanak, hanem csak a játékra koncentráljanak. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mivel megmutattuk, hogy a világ legjobb együttese ellen is tudunk ilyen szinten kézilabdázni. Bízom benne, hogy még ennél is jobbak leszünk a jövőben, a Győrnek pedig sok sikert kívánok a Bajnokok Ligájában. A vendégek edzője, a kisvárdai kapus Pásztor Bettina teljesítményét emelte ki, valamint elmondta, hogy a második félidőben mutatott keményebb védekezésüknek köszönhették a vártnál nehezebben megszerzett győzelmet. Először is szeretnénk gratulálni a kisvárda csapatának, mert nagyon-nagyon jól játszottak, nagyon szimpatikus kézilabdát játszottak, és igen-igen megnehezítették a dolgunkat. Gratulálok a teljesítményükhöz. Az első fél időben teljesen jogosan vezetett ellenünk a Kisvárda, megérdemelten. Nem tudtunk érdekes módon a támadásba azon a nívón játszani. Ez elsősorban a Kisvárda kapusának volt köszönhető. A második fél időben a védekezésünk egy picit felkeményedett. Én azt gondolom, ebbe volt a győzelmünknek a kulcsa. Egy picit agresszívebbek voltunk. Messze elmaradtunk ma a vártól.
de tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen mérkőzéseink is, és van ilyen arcunk is. Ebből a mérkőzésből is tanulnunk kell, és épülnünk kell. Gratulálok még egyszer. A tabella élén a Győr áll 14 mérkőzésen szerzett 28 pontjával, megelőzve a 24 pontos Ferencvárost. A 12 pontos Kisvárda a 8. helyen várja a jövő hétvégén esedékes MTK Budapest elleni vendégjátékát. 32 csapat részvételével rendeznek kispályás focitornát január utolsó hétvégén a Continental Arénában. Az 500 ezer forint özdíjazású T-Fork Transkupát számos kísérő rendezvény is színesíti. Pályára lép többek között a magyar parlamenti válogatott, és Nyíregyháza-Debrecen mérkőzést is láthatnak az érdeklődők. Igazán nem panaszkodhatnak a téli időszakban a kispályás foci szerelmesei, megyeszélte egymást érik a különböző tornák. Január utolsó hétvégén a Continental Arénában hagyományteremtő céllal rendezik meg a T-Forg Transkupát, amelyre 32 csapat nevezését fogadták el a szervezők. A résztvevő együttesek Szabolcs, Hajdú, Borsod és Pest megye 12 településéről érkeznek majd az 500 ezer forint özdíjazási tornára. A 20-40 méteres pályán 5x2-es kapura 2x12 perces meccseket játszanak majd a csapatok. A szervezők számos kísérőprogramot biztosítanak a családbaráti jelzővel meghirdetett rendezvényen. Ilyen torna még nem volt, nem csak Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, hanem a régióban sem, hiszen annyi különleges kiegészítő program övezi majd a 3 napon keresztül ezt a tornát, hogy érdemes lesz kilátogatni a családoknak is, a feleségeket, gyerekeket külön várjuk játszóházakkal, kiállítók lesznek, cégek jelennek meg a tornán, és lesznek vetét programok, ugye, Szombaton 11 óra 30 perctől a magyar parlament válogatott játszik majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közéleti személyiségek válogatottjával. Vasárnap pedig a döntő előtt lesz egy fantasztikus mérkőzés, úgymond egy lokiszpari, de hát a Debreceni Akadémia U11-es csapata és a Bozsik József Labdarúgó Akadémia U11-es csapata méri majd összetudását ajándékként a gyerekeknek, hogy a nagyok előtt, egy döntő előtt játszanak majd egy mérkőzést. A győztes csapat 280 ezer forinttal gazdagodik majd, emellett egyéni elismeréseket is kiosztanak a tornán. A belépés ingyenes, valamennyi néző tombola sorsoláson vesz részt, a leglelkesebb szurkolótábort pedig külön is díjazzák majd a szervezők. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 31,5 millió forintból épült közösségi ház Tiszaadonyban. A beruházás a helyi közösség életminőségének javítását célozta. Az elmúlt években 30 településen valósítottak meg hasonló fejlesztéseket, amelyek a vidék népesség megtartó erejét szolgálják. A megyébe az országos vidékfejlesztési támogatások mintegy 12%-a érkezett. Sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat az ingatlan piacon, így még idén sem lehet az árak csökkenésére számítani. A csok és az 5%-os áfa kedvezmény is élénkítette a piacot, lakásvásárlás esetén pedig a tégla és a panelkonstrukciók is keresettek. A lakáshiteleknél jellemző, hogy a bankok is óvatosabbak, leginkább azt a konstrukciót részesítik előnyben, ahol a vásárló 5 vagy 10 éves kamatperiódusú hitelt igényel. A part közelében, a beszűküléseknél, illetve a sűrű hótakaró alatt a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. A katasztrófavédelem szakemberei azt tanácsolják, hogy soha ne egyedül menjünk a jégre, legalább ketten, optimális esetben hárman együtt sportoljunk, így tudunk egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén. Ha valaki a jégbe szakadt, a mentés elkezdése előtt azonnal értesíteni kell a katasztrófavédőket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 16-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!